Sziasztok, Farkas Sándor vagyok, és ez a Christmas League Show Hungary-hez készített hatodik videóm. A mai napon a beszélő elemekkel és a lipsinkkel fogunk foglalkozni, hogy hogyan is készül ez az egész, most megmutatom. Most bemegyünk a preview részbe. És ugye hát őróla lesz ma szó. Ugye ő itten nincs benne, nekünk a készkellékekbe, meg kellett tervezni, meg kell csinálni. Ugye az előző videóban már mutattam egy csillagnál, hogy hogyan kell elkészíteni kelléket, ez ugyanígy működik. Annyi, hogy külön meg kell nevezni az egyes sorokat. A későbbiekre való tekintettel nekünk ez segítség, hogy megnevezzük a sorokat, hogy melyik sor, azaz melyik ledek mit fognak jelölni nekünk. Ez majd azért fontos, mert mikor itt hozzáadjuk a lipsinket, itt, akkor ugye tudjuk azt, hogy mink van. Na, hogy hogyan is néz ki az egész? Nekem most megvan igazából, tehát én most nem fogom újra elkészíteni, hanem nekem itt vannak benn. Most azt hiszem ez volt az, amit én elkészítettem. Most itt megadom neki, hogy egyszínű. Így. Ha meg is jelent, hogy ide rákattintunk, és megnézzük a gyűjteményben, hogy is néz ez ki. Tehát mikor én megépítettem, ugye akkor én megadtam eleve, hogy a 1-től egészen 100-ig, ugye ez nekem az a outline-om, tehát ez az a külső vonalat, tehát maga a sziluettje az egy kis éneklő fámnak, utána az AI hang, az ami ez lenne elvileg, de most nekem át van konfigurálva, mert máshogy vannak bekötve a ledeim, vagyis a releim, tehát most nekem igazából nem ezt fogja mutatni, de az a lényeg, hogy ez megvan, viszont most ezt megnéztük. Viszont, hogy nekünk ez relékkel működjön, mert nekem is relékkel működik, nem pedig ledekkel. Ez most ledre van konfigurálva, tehát ezt ledekkel készítettem, de itt kosztümön hagyom, ugye? És ugye megnyitottam egy ilyen lipsinket, ami ez. És hát ezt a singing tree-t adta ki. Most én ezt fogom, hogyha megnyitom, akkor itt nekem ugye kiadja a ledekre. Ja, tehát ezt mondtam, hogy nekem minden egyes része a lipsinknek, lipsinken belül ugye az outline, a száj, mozgások, a szemek, mindegy külön meg van konfigurálva, és benne van már eleve. Tehát hogyha valaki ledekkel készíti, akkor vele semmi dolga nincsen, ennyi. Csak hozzárendelni majd a kontrollerhez. De mivel mi most nem ledekkel fogjuk készíteni, ezért most ezt kitörlöm. Így, és én megnyitok egy lipsinket. Nem állítok rajta semmit. Igazából, hanem így hagyom. Így, ez 8 csatorna lesz most jelen esetben. Rámegyünk ide a mi kis kellékünkre, megyünk a gyűjteménybe, és amit mondtam, itt sajnos minden egyes elemnek, most ezt korán terültem ki, de kezdjük akkor előről, tehát minden egyes kellékhez sajnos hozzá kell rendelnünk nekünk, ezt a melyik mit csináljon. Azért írom be még egyszer, mert hogyha most rákattintok ugye erre, akkor itt van. És hogyha csak erre kattintok rá, így, és hogyha ezt kitöröm, ugye az előbb ez történt, akkor kitöröm, akkor nem mutatja nekünk ezt, hogy mi van beírva. Viszont így igen. Ugye. És ugye itt tudom én elkezdeni most, ugye nekem ez volt a 8 csatornám. Úgyhogy itt a, mondom, itt sajnos egyesével ezeket be kell húzkodni. Így. Outline az outline-ra, sajnos, hogyha nem ledekkel csináljuk, hanem relékkel mondjuk, akkor ezeket mind egyesével be kell húzkodni. Utána le kell okézni, és kész. Jó? De ezt most nem fogom behúzkodni egyesével, mert nekem ez megvan. Ugye, nekem ő itt van, csak hogy tudjátok, hogy hogyan is készül maga ez a beszélő. Igazából bármilyen beszélő dolgokat el lehet készíteni, akármilyen formába, utána ezzel tudjuk. Ez a lipsinket. Lehet hozzá a lipsinkhez még más szájmozgást is adni, tehát ugye a szájmozgásból ma fogom mindjárt mutatni, hogy hogyan is néz ki. Na mindegy, hogyha idáig eljutottunk, hogy itt beraktuk, megvan a kellékünk, hozzárendeltünk mindent, akkor ugye innen kimegyünk, ez most én elmentem, hogy ne. Biztos, ami biztos. Ugye innen kimegyünk, és vissza kell menjünk a displaybe.
ugyanis meg kell határozzuk a szájmozgásokat, és ezt itt tudjuk megtenni, hogy ki kell nyissuk. Tehát nem lehet, rá lehet rakni az egészre is, de akkor nem működik rendesen, hanem ki kell nyitnunk, remélem mondjuk az outline részre, itt a face mappingba be kell menni, ugye meg kell neki adjuk, hogy ugye ez csak az outline. Tehát nincs se nyitva szem, se zárva szem, nincs hozzá szájmozgás, és leokézzük. Ugye nekem itt van az O betű, és ezt mindegyiket külön meg kell adni. Ezt láttátok, hogy nekem zöld volt ugye a széle, viszont a O betűm az viszont piros, ugye nekem pirossal van az összes szájszem, de szemmozgást itt se állítok be. Jó, de megmutatom ezt is. Ezeket itt kell beállítani, ez nekem az E betűm. És ugye se útlány, se, tehát se körvonal, sem pedig szem nincs berakva. Így. Tehát ez így le van oké, ezt itt kell hozzá rendeljük. Ezt minden színet itt a face mappingban ezt meg kell tegyük, mert különben nem tudja kezelni a Vixen ezt az egészet. Jó? Tehát ez ennyi igazából. Ja, de hogy hogyan is fog nekünk ő énekelni, az pedig rettentő egyszerűen működik. Ez is betölt. Most én keresek egy dalt, most kicsi lányom most ez az új nagy kedvenc. Olyan ő, a Bagosi-tól, vagy Bagosi, nem is tudom, hogy kell mondani. Ugye ezt megtette nekünk, most én ezt kinagyítom. Ezt lekapcsoljuk. Ne szóljon itt be nekünk. Hoppá, most megnyitottam a másik Vixent is. Így né, meg ha már itt vagyunk, akkor fölrakom ezt is. Így jobban fog látszódni. Így né. Na, hogy hogyan is kell nekünk kinézen ez az egész. De most, hogyha itt van a lipsync elem oldalt, itt. Én most lehúzok egy ide, ezt is lehet, tehát nem muszáj azt megcsináljuk, amit most én fogok csinálni. Ezt lehet egyesével is, de a lipsyncnek itt van a mappája. Most, hogyha én ezt bekapcsolom, és átváltok a... Tehát akkor most ő így néz ki. Most ugye az, hogy mit mondjon, hogy ez a RS, ez a REST, REST, ugye ez nekem nincs beállítva, mert nekem van egy AIM, van egy M, van egy O, van egy U, de nekem fordítva van, mert máshogy vannak bekötve elég, de nekem ez most így marad. Illetve van egy ETC. És akkor ugye itt lehet állítani azt, hogy a szeme nyitva legyen, vagy csukva. Ugye nekem csukva van, mutassa a szélét, nem mutassa a szélét. Ezeket itt be lehet állítani. Most, hogyha egyesével betűnként akarjátok beállítani, akkor ezt itt lehet. Viszont ha nem szeretnétek vele sokat szenvedni, akkor azt úgy lehet megcsinálni, hogy elmegyünk ide a Mark Collection részbe, és ezt visszanagyítom, és adunk egy új ilyen Mark Collection-t, rögtön rámegyünk, és egy jobb klikkel bemegyünk a Type-ba, a tippbe, és ezt a PH Rase, tehát Prash, vagy Prass, vagy nem tudom, hogy bejtik, ide rámegyünk. Itt ezt kipipáljuk, és akkor itt megjelenik nekünk ez a kis vonalunk. Most meghallgatjuk a zenét, hogy honnan is kezdődik. Olyan ő, hogy megáll a szívem kala. Tehát innen kezdődik a mi kis zenénk. Ezért ezt bejelöltem. De nyomok, ide nyomok rá egy jobb klikket. És akkor kiad nekünk egy ilyen kis fehér kockát. Ezt mi meg tudjuk nyújtani. Így, rámegyünk egy jobb klikkel, és itt van egy olyan edit text. És ide, ugye én kimásolom ezt, hogy olyan ő, hogy megáll. Másol. És leokézom. Most megnézzük, hogy maga a mi kis, most itt odébb viszem, hogy legyen helyem. Na most ezt nem értem. Jó, bocsánat. Igen, nem jobb klikkel kéne. Így.
Ugye eddig tartam, eddig a srác énekel elméletileg. Most így megnyitjuk. Olyan ő, hogy megáll, a szívem kalapál, mégis olyan ember, olyan... Tehát az olyan ő, hogy megáll, az körülbelül idáig tart. Így. Akkor ezzel megvoltunk, ugye ennél hosszabb szövegeket nem nagyon lehet beilleszteni. Rányomunk egy jobb klikket, és itt van ez a Breakdown Phrase. Ez mindig ezt megnyomjuk. Ő szépen főszeleteli nekünk ezt. Utána kijelöljük, ugye a Shift lenyomásával, megint mind a hármat, és ezt is lett túlbontjuk. Még egyszer. Na és itt már benn vannak nekünk a szavaink. Így. Így. És akkor ide alulra pedig beteszünk egy lipsinket. És ő már fel is bontotta nekünk szájmozgásokra elméletileg, úgyhogy ha most én ezt elindítom. Olyan ő, hogy megáll, a szívem kalapál, mégis olyan ember. Olyan ő, hogy megáll, a szívem kalapál, mégis olyan ember. Olyan ő, hogy megáll, a szívem kalapál, mégis olyan ember. Olyan ő, hogy megáll, a szívem kalapál, mégis olyan ember. Olyan ő, hogy megáll, a szívem kalapál. Tehát ő így mozgatja a kis száját, ugye, nekünk. Ugye most ezt kikapcsolom, de elindítom. Olyan ő, hogy megáll, a szívem Így, tehát ugye ezt lehet tovább folytatni, adhatunk hozzá új szöveget. Megint bemegyünk a Edit Textbe. Így. Olyan ő, hogy megáll, a szívem kalapál. Elméletileg ez idáig tart. De mindjárt megnézzük. Olyan ő, hogy megáll, a szívem kalapál, még... Nem, tehát idáig. Így, és akkor ide be kell tenni még egyet. Így, amelyik idáig tart. Így. Ehhez is letöltjük a szükséges mondatot. Megcsináljuk az egészet. Ha nem akarjuk, hogy eltűnjön ugye a mi kis beszélő arcunk, hanem hogy végigvilágítson, ugye akkor össze kell, hogy érjenek ezek a mondatok. Így. Hát most kíváncsi vagyok, és köszönöm, hogy fogjuk igazából, és kihúzzuk ide, és ő átpakolja. Hát akkor nézzük, hogy mit csináltunk. És olyan ember, olyan ő, hogy megáll, a szívem kalapál, mégis olyan ember. Olyan ő, hogy megáll, a szívem kalapál, mégis olyan ember. Olyan ő, hogy megáll, a szívem kalapál, mégis olyan ember. Olyan ő, hogy megáll, a szívem kalapál, mégis olyan ember. Olyan ő, hogy... Hát igazából ennyi volt. Nem egy ördöngőség. Ez nem tudom, hogy mit jelöl igazából.
Olyan ő, hogy megáll, a szívem kalapál, mégis olyan ember. Olyan ő, hogy megáll, a szívem kalapál, mégis olyan ember. Olyan ő, hogy megáll, a szívem kalapál. Ugye sajnos, a szemét be lehet csukni, sajnos egyetlen egy dolog, hogy nem tudjuk hozzárendelni elméletileg külön-külön, de mindjárt megnézem, hogy csak ehhez az egy szóhoz, de nem lehet. Tehát nem lehet. Itt esetleg azt lehet, hogy át lehet állítani. Tehát a szájmozgást azt minden egyes ilyen berakott betűnél vagy szájmozgásnál át lehet állítani, hogyha nekünk az nem tetszik, a adott szájmozgás, illetve hát be lehet állítani több szájmozgást is. Ugye, mert hogyha összeraksz dolgokat, de ugye nekem szallagokból van, tehát én nem tudtam többet beállítani, nekem ez a 4 szájmozgás vagy 5 szájmozgás bőven elég volt. Ugye, mert nekem egy, és hát 1, 2, 3, 4 és 5, igen, nekem 5 darab szájmozgásom van. Ugye a szemek ugye egyszerre pislognak, tehát az még 2, illetve a körvonalom az a 3, tehát így van nekem 8 csatornán. Hogyha ez ledekből van, akkor több szájmozgásba lehet persze állítani, mert akkor összefonódnak. Tehát ugye például egy L betű, az azt hiszem, az itt 3 led, meg itt is 3 led, amit kivesz ugye a U betűből, illetve a, azt hiszem a MBP-ből, de ezekben nem vagyok biztos, de hát az a lényeg, hogy többet be lehet állítani. Jó, hát köszönöm, hogy megnéztétek a videómat. Sziasztok!